Na sziasztok, Csámik, és elérkezett a Rúptúra a következő része, ha jól emlékszem, ez már a streammel együtt. Igen, szikrám nincs. Hatodik része, szerintem hatodik lesz az. És mint láthatjátok, volt egy pár fejlesztés, a magyar válogatottal kezdünk, neki nem tudok egyszerűen leszállni erről a csapatról. A Kádár Tamás kikerült a kezdőből, a rendes Kádár, és bekerült helyetek Uzmics Ricsi, akit most igazoltam nemrég. És jött Man of the Match Kádár, aki az EB-s elejtezőkön jut a teljesítményért, kapott egy Man of the Match kártyát. Nem értem, miért ő kaptam, miért nem Guzmics, de most már nem is érdekel. Van egy Man of the Match kártya a magyar válogatottban. A 71-es tempó szélsővédelem nem jó, de 78-as fizikával szerintem mindenkit fel fogjuk tartóztatni. Bízom benne, hogy sikerülni fog, és valamint van, érkezett még egy olyan, a két informot ne nézzétek, azok csak itt vannak, hogy feltöltsék a keretet, mert nincs még elég magyarom. Valamint érkezett még Futács Márkó is, akinek 3 csillagos cselezése van, és meglepően jó 74-es fizikája. És ezüst játékos, amiről bevallom őszintén picit szégyellem, de nem tudtam. Futács Márkó nagyon-nagyon ígéretes játékosnak néz ki. A többi magyart is megvenném, de jelenleg kupa van, mert ezt hétvégén vettem fel, vagy péntek este. Vettem fel ezt a videót, és hétvégén van ez a kupa, ami úgymond az EB továbbítóknak itt van. Aztán 6 svéd, 6 ír, 6 magyar. És most mindenkinek volt drága az ára, pedig még Stieber, Szalai, Simon Krisztián, Megyeri, Gulácsi, Vancák Vilmos, Vida Krisztófer itt van. Szerintem ők azok, akik még ilyen... Ja, meg Kovács Péter, de hát ő egyszer azt mondta, hogy nem igazán magyar, de ennek ellenére meg fogom venni, mert még mindig magyar válogatottban játszik. Ők lesznek azok, akik kellenek, de egyelőre ezzel a csapattal esünk neki, valamint még egy magyarázni valom van. Online tournament, semifinal, hogy micsoda. Felvettem már egy meccset, és nem akartam kilépni a kupából, mert 2 meccset le is játszottam, és láthatjátok, itt van mind a 2. Szóval nem nagyon szeretném ezt most kitörölni, ezért elődöntőt, hogy megyünk tovább, és 2 meccset játszunk, hogyha kikapunk, akkor is, ha győzünk, akkor is. Ha mind a 2 győzünk, akkor még milyen kupa? Szóval akkor meg nem lehet semmi gond. Vágjunk neki a magyar válogatottal, hajrá magyarok! Ja, és Brezenszki. Meg is van első ellenfelünk az elődöntőben. Egy Serie A csapat kiegészülve Carlos Tevezzel, vagyis név szerint Diego López, Bruno Perez, Cáceres, Koulibaly, Gulam, Pjanic, Mertens, Marquisio, Iturbe Tevez és Felipe Anderson. A Felipe Anderson Tevez Mertens 3-aston nagyon félek, őket ismerem, de amúgy igyekszem majd hozni valami pócsrejtezős, küzdős magyar válogatottat. Szakasz. Gyönyörű! De szép váltás volt ez! Kádár befut! Megy be a labda! Nikolic! Kapufa! Kádár Tamás gólpaszt adhatott volna rögtön, de nem! Kapufát fejletlen anya Nikolic! Neki is az inform verziója, azért azt tegyük hozzá. Bár őt már láthattátok Seven Squad Builderben. Pjanicot Nikolic szereli. Elég hátul van most Nikó. Német Lovrencsicsnek teszik be a labdát az üresbe. Lovrencsics beadására. Német Diego López! Van szerencsénk? Nincs szerencsénk. Az is szerencsé volt, mondjuk, hogy hátrafele pattant Diego Lópezről a labda. Ne, Spori! Nem hiszem el, ilyet befújunk 11-esnek. Ne. Egyáltalán nem játszok alárendelt szerepet, sőt... Sőt, még jól is játszok, de nem, mert 11-es. Bogdán! Viszont Bogdán védi! Felipe Anderson. Iturbe. De nem igaz, már megint befújja 11-est ez a hülye gyerek! Nem tudom, hova fogja lőni, mert előbb balra lőtte. Most jobbra lőtt. Most
középelő, persze, és most már bemegy. Hát így ebben rohadt egyszerű játszani, adjunk meg nekik annyi 11-est, amennyit tudunk. Az ilyen nagyon fel tudám bosszantani. És nekem meg kapufán volt, mert a gólvonalról húzta ki a játékos, de ő két 11-es kap. Persze, de inkább fújjál be azt, amit Kalmár felvágta, és akkor azt mondom, hogy jogos. Ha kell, akkor megmutatom majd a Jameson ilyen real life videóban, hogy mi az, amiért 11-est adnak a mennyeiben. Á, ezeket kirőgik a játékos. Gyakoroltam ilyen megőrzőszerűen. Na mindegy, fél idő van, 1-0 az állás, persze, hogy 11-essel. Különben nem viszont egyáltalán nem játszik jobban, annak ellenére, hogy kb. Egy ilyen 10-el jobb besorolású csapata van. Mindegy, jó játszunk, akkor is meg lesz a rohadt egyenlítés, és megyünk tovább, harcolunk. Nikolic. Az még nem 11-es, persze. A nyilvánvaló gólhelyzetben való feltartás az nem 11-es, de az, akkor testtel neki megyek, és a kis itúr be 150 centiével elesik, az persze az. Oda megyek hozzá, és felrakom a legfelső polcra a dolgokat, egy gyerek nem fogja elérni. Kalmár már nem kap újabb lehetőséget. Guzmics. És ez semmi. Az, hogy felugrik fejelni, és kitámasztják alulra, és így esik el. Tevez így indul meg, az semmi. Értem. Mindegy, Kors már visszaér és szerel. Nem fogom feladni ettől. Sándor Gyuri. Lovrencsics. Oda-vissza, úgy is van Gulam. Gulam azóta is keresi Lovrencsicset. Lovrencsics, de miért oda? Azt ne oda! Nem! Nem akartam lepasszolni! Aj, szerencsém sincsen. Nikolic érkezik, Nikolic, Diego López védi, persze, hogy védi. Vannak ott a visszán. Dzsuzsák. Kocsmár felé. Guzmics, nem már Ricsikén, benned volt minden. Kalmár Zsolt, üres a kapu. És az ötés felé se találja a hely. Nem baj, Zsoltikám. Lehet, hogy miatt esünk ki. Némó, Németh Krisztián, tekerjük el! Pont Diego López kezébe. Oké. Okay. Valós. Bruno Perez az ilyen. Sándor György, Nikolic. Lovrencsics nem volt le sen. Miért lőttem el akkor kapásból? Lovrencsics! Nem mondod komolyan, ilyen a világon nincs. Mindez egy napra feltétve kockáztattunk, és Felipe Anderson keresztlécetlő. Meg is érdemli, nem... Bár mondjuk ez engem fog megalázni, mert csak a 11-essel kaptam ki. A hosszabbításra tudok kiharcolni, szerintem lefújja. Persze, hogy lefújja. Vége a mérkőzésnek, 1-0 lett az végeredmény, egy ilyen szánalmas csicska 11-essel. Pedig Kádár bal lábbal, gyengébbik lábával, kétsíros gyengébbik lábával adta be, és kapufa lett, persze. Csalódott ez nagyon. De szóval ez hallatszódik. Nem ezt érdemelt után. Mindegy. Jöjjön a következő mérkőzés, megint a magyar válogatottat, pár helyen cserélek. A két változtatásom nem volt sok igazából, Holman Dávidot raktam be, akinek volt egy nagyon jó meccse, ott két gól passz, ugye. Azután ő is játszott, meg azelőtt se. Futács Márkonak, meg ez a bemutatkozó mérkőzés, nézzük meg, mit tudunk összehozni. Futács Márkonak ott zöld összehangja van ugye a Zsuzsákkal. Holmannak pedig három zöldje is van. Nikolicsnak köszönhetően, valamint nem győztem meg Guzbicsnak, neki csak is simán zöld. Lovrencsicsnek perfekt linkje van. Nem rossz a játékos azért. Meg is van a második ellenfelünk az első fordulóból. Csak három kölcsönjátékos van, egy Rakitic, egy Xabi Alonso, valamint egy Griezmann, de van Azárja, Dani Alves, Godin, Ramos, Jordi Alba, De Gea, Modric, ugye a két kölcsön, David Silva. Jaj, erős keret, lehet, hogy jól játszik, lehet, hogy nyitott egy jót, az is lehet, hogy coint vett.
Most kiderül minden. Jó játszik. Kalmára két kábet is lejátszotta. Gyugyák! Gyengébbik lábával fölé veri. Veri, fölé lövi. De itt is megint domináljuk a mérkőzést. Modric, Guzmic lépett ki legrosszabb ütemben, Hazard, és neki bepattan. Neki pedzeg bepattan. Nem hiszem el. Örülj, képes vagyok neki. És most ti ezt nem halljátok, de én most bekapcsoltam a mikrofonját, és mondja nekem, hogy gólt. Futács! Futács, Márko! Nem volt les! Futács! Gól! 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 Futács, Márko góljával egyenlítünk! Ne üvöltsél már, hülye gyerek! Futács, Márko! Most bocsánat, hogy hangos voltam. Csak ezt most neki is mondtam részben, de... Ja, Futács, Márko jól mutatkozik be. Énekel. Futács. Nikolic! Pit! Oh, bocsánat, kapufa. Futács! 2-1! 2-1 az állás. Futács Márkó duplázik, és ezzel ki is lépett az ellenfelünk a mikrofonból, szóval most már nem hallom őt. Megvan, hogy mi hogyan kell elkussoltatni ezt a hülye gyereket. Futács Márkó. Na van, visszajött. Futács Márkó nagyon jól játszik, nekem nagyon tetszik. Nem mondott komolyan, gyönyörű játék után nem állja Nikolic lő kapura, de Dávid De Gea véd. Jordi Alba beadása. Senkinek nem jó, és ezzel fél idő van. 2-1 az állás, egyben vezetett az idegestelen felünk, majd megfordítottuk a mérkőzést. Futács Márkó duplájával, itt képen látod a Gyugyák Balázs. Nem érdekel, most a gyereke jött ide, remélem nem fogjátok hallani. Engem kezd idegesíteni majd a végén, majd be fogom vágni ezeket a kis beszélgetéseket vele, mert szerintem vicces lesz, és majd a végén megmondom neki, hogy végeredmény mégis mi, meg hogy Futács kicsoda, majd Nekünk kijutottunk az EB-re, szerintem ők valami norvégok lehetnek, mert nem bírják elviselni. Nagyon idegesítő ez a kis gyerek, most éppen üvölt. De Korcsmár beindítja a Kalmárt. Kalmár, Dekár érte. Hú, hogy holt az tovább viszont, akkor Kalmárnak milyen szóló gólja lett volna. Ő lehetett volna a Han Solo. És gyönyörű, szabad rúgás, az nagyon ígéretes hely Gyugyáknak. Ő innen amit eszik, iszik. Gyugyák Balázs. Ah, egy picit volt csak magas. Lovrencsics. Nikolic, Lovrencsics. Gyönyörű játék, Futács Márkó, De Gea kezébe. Kinevet 2-1-nél. Ilyen jó csapattal. Na majd megnézzük, hogy kinevet a végén, mikor Kádár elindul. Valószínűleg tartom, hogy nem én. Futács kellemes meglepetés volt. Annak ellenére, hogy nem mozog túl sokat, de némettel ketten őket is megnézem. Most majd így cserélgetni fogom a válogatottat. Szóval egy új sorozat is várható majd, de ezt majd a végén elmondom én. Na, vége is a mérkőzésnek, és most jön az üzenetem. This is the end! 2-1 for me! Ennyi. Sztori vége. Ő már ki is lépett, nem is halljuk egymást. És akkor itt is van a Man of the Match. Futács Márkó két góldal, két gólpassz. Kalmár Zsolt adta mind a kettőt. Zsolt is jól játszott, mert Márkó is.
és kettőre megvertük ezt a csapatot, akiket nem nagyon fogok megszeretni, mert sokat beszélt az egész család, remélem ti nem hallottátok, vagy ha igen, akkor egy jó kis videót fogtok látni. És, ja, domináltuk a mérkőzést, és megérdemelten nyertünk. Még egy dolgot akartam ugye elmondani. A Road to Aranyi Kupa, mint vége lesz, két részenként, vagy kettő részeket fogok játszani, vagy kettő meccseket fogok játszani egy részenként. Utána jön egy új sorozat, ami a magyar válogatott köré épül, így Man of the Match kádára azért van egy pár ötletem, de nem csak ő lesz, hanem az egész válogatott, és az lesz a neve Hajdú B. István szavajárásával. Az ébredő erő. De erről majd egy picit később, egyelőre legyen ennyi elég. Találgathatok a komment szekcióba, és hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, hogyha nem, dobjatok egy diszlájkot. Írjátok le a komment szekcióba, hogy miért tetszett, vagy miért nem tetszett. Írjátok le a komment szekcióba, hogy szerintetek is jó volt a Futács Márkó, vagy szerintetek ki a legjobb ebből a válogatottból. És esetleg a FIFA beli játékosokból, hogy raknátok össze ezt a csapatot. Én Csanád voltam. Sziasztok!